Első fogadó óráját tartott a Szolnok diák polgármestere. A könyvtárban egyelőre csak néhányan keresték fel, és számoltak be neki gondjaikról. Én nagy problémának tartom a büfében való ételeknek az egészségét, tehát hogy vannak erre szabályok, hogy ugye egészséges ételeket kell árulni, viszont én ezt nem látom, hogy ez érvényben lenne. És a választék se túl nagy. Ha van valami olyan dolog, ami laktató, az általában az első 2 óra után elfogy, utána már nincsen semmi lehetőségünk arra, hogy egészséges kaját tegyünk, csak chipset, meg ilyeneket. Sokan az iskolai menzákkal is elégedetlenek. Ezeken túl többen panaszkodtak az iskolai mosdókra is. Fontosnak tartom olyan szempontból, hogy engem keressenek meg a problémáikkal, mivel így hát ha hamarabb kapnak rá választ, vagy valami változást ezekkel a dolgokkal kapcsolatban, és nagyon örülök, hogy már így az első napon is megkerestek engem ezekkel a dolgokkal kapcsolatban. Minden hónap első szerdáján délután 3-tól 4 óráig a könyvtárban várja korosztályának felvetéseit Szolnok diák polgármestere.